Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. December 20-án a hold eléri a lefele mozgó hold csomót Kétút. És ez a hold csomó, ez a kármikus csomó utal a múltra, mindarra, amit átéltünk a korábbi életünkben. Azon kívül kihat az érzelmeinkre. Itt ezen a hold csomón lesz a hold, ami szintén az érzelmekre utal. Itt lesznek emlékek a múltból. Azon kívül Mars bolygó és Vénusz bolygó egy kapcsolatban áll ezzel a hold csomóval. A férfiaknál kivált egy kis bizonytalanságot. Mivel kihat az érzelmekre, a férfiaknál megvan a bizalom, a hit, a szeretet, de vannak még félelmek és bizonytalanságok is. Ránk hölgyekre jó hatással van ki ez a hold mozgás vagy a hold csomó, hiszen nálunk megvan a bizalom, a hit, és tudjuk azt, itt lesznek változások, lesz egy új irány. Megvan ebben a hitünk. Azon kívül kihat a művészi területekre, egy kreatív tevékenységre, vagy a mi nőiességünkre is. Kétúval szemben van Ráhú, a felfele mozgó kármikus csomó, ami utal egy új irányra, változásokra, megújulásokra. Ez a holdcsomó jól hat ki a férfiakra is, hiszen megvan az irány, megvannak a tervek, és jól hat ki ránk hölgyekre is, hiszen megvan a lelkesedés, és tudjuk azt, most lesznek változások. Azon kívül 21-én a nap eléri a téli pontot, és ez is a változásokra utal. Ezen az éjszakán tartok egy szertartás, amire még jelentkezhettek. Az energiai kiegyensúlyozottság a díj az ehhez a szertartáshoz 4000 forint. Miután december 20-a és 21-e elmúlt, a következő napokban van egy nagyon erős szerelmi energiamező és egy gyógyító hatás, hiszen a hold eléri Vénusz bolygót, aktiválja a témát, a szerelmet, utána eléri a kígyótartó csillagképet, ami nem más szimbolikusan, mint Aszklépiós, az égi orvos, és ennek a csillagképnek van egy erős gyógyító hatása is. Tehát 20-ától kezdve vannak kármikus témák, a fő téma az igazság vagy a szerelem, mi hölgyek bízunk ebben, a férfiak még kicsit bizonytalanok, de ez az emlékekkel, a múlttal áll összefüggésben, tehát nem a jelenlegi párkapcsolattal, hanem a múlttal, és utána lesz egy erős, nőies kisugárzás, és egy erős szerelmi energiamező, és egy gyógyító erő is. Ez is jön ehhez, és itt lesznek változások, lesz egy fordulat. És én is fordítok, ami a témát illeti, hiszen mutatok egy gyakorlatot, az ujjaink jógáit, és ennek van egy tisztító hatása. Vagy alkalmazhatod ezt a gyakorlatot, ha valamit szeretnél rendezni a környezetedben, vagy szeretnél valamit tisztázni. A hüvelyk ujjunkat, a gyűrűs ujjunkat és a középső ujjunkat összenyomjuk. A kis ujj és a mutató ujj kifele tart. Belélegezésnél összenyomjuk az ujjunkat, kilélegezésnél kicsit elengedjük.
Mutatom a gyakorlatot. És ennek van egy tisztító hatása. Köszönöm a figyelmeteket, és kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!